Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, örömmel ünnepeljük az évközi idő 6. vasárnapját itt Gazdagréten, a Szent Angyalok templom altemplomában együtt, a televízió kedves nézőivel, akiket a mai alkalommal is imádságos szeretettel köszöntök innen Gazdagrétről. Küszöbön a bűnbánat ideje, a nagybőti szent idő, 2 nap múlva befejeződik a farsangi idő, ma van farsang vasárnapja. Ez azt jelenti, hogy figyelmünk az összeszedettségre, a megújulásra, a rossznak elhagyására, a jóban való előmenetelünkre irányul. A nagy bőjt, mely majd a jövő szerdán, hamvazó szerdán kezdődik, erre a megújulásra hívja fel a figyelmünket, de éppen ezt teszi a Szentmisének mai ige liturgiája is, különösképpen az evangélium a leprás megtisztításának, meggyógyításának evangéliumi eseménye. Szeretnénk mi is megújulni, bízni az Úr Jézusban,
És ahogyan annak idején a leprás hozzá kifordult, és bizalommal kiáltotta neki, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem, most mi is ezt mondjuk a bűnbánó percekben, a Szentmise kezdetén, Urunk, te meg tudsz minket tisztítani, és hiszünk abban, hogy akarod is, hogy mi megtisztuljunk a rossztól, bűneinktől. Így vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Szentmisénket elhunyt László testvérünk lelki üdvért mutatjuk be. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy véken, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön édesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőjünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Könyörögjünk. Istenünk, tanításodból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni.
Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes harmadik könyvéből. Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak. Ha egy embernek a bőrén duzzadás, kiütés vagy fénylő folt keletkezik, bőrleprára lehet gyanakodni. Vezessétek Áron paphoz, vagy az ő fiai közül valamelyik paphoz. Az ilyen ember leprás és tisztátalan. A pap nyilvánítsa tisztátalannak, mivel leprája van. A leprás, akit a betegség megtámadott, szaggassa meg ruháját, a haját hordja kibontva, a szakállát takarja be, és kiabáljon. Tisztátalan, tisztátalan! Ameddig a betegség tart, addig tisztátalan, s mivel tisztátalan, lakjék elkülönítve, tartózkodjék a táboron kívül. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, akár eztek, akár isztok, vagy bármi más tesztek, tegyetek mindent Isten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se Isten egyházát ne botránkoztassátok meg, mint ahogy én is mindenkinek kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami másoknak van javára, hogy üdvözöljenek. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek! És a gyermekeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Üdvösség neked, Istenünk! Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem. Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, és mindjárt elküldte ezekkel a szavakkal: vigyázz, ne szólj erről senkinek egy szót sem, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért mutasd be a Mózes rendelte áldozatot bizonyságul nekik. Ám az alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább kint, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televízió képernyői előtt Jézus küldetésének lényege a megtisztítás, szabadítás. Azért nevezzük őt egyrészt megváltónak, mert ő megszabadít a rossztól, a gonosztól. Más szóval pedig üdvözítőnek nevezzük őt, mert fölkínálja nekünk a tiszta élet, a mennyek országának a lehetőségét, vagyis az üdvösséget. Ez a kettő valójában ugyanaz, csak más irányból közelítjük meg Isten életadó ajándékát. Ő a mi tisztaságunkért, életünkért, boldogságunkért jött. A mai evangéliumból a leprás megtisztításának, meggyógyításának történetéből az is kiderül, hogy az Úr Jézus elsősorban az ő saját népéhez jött, és ami elkezdődött Ábrahámmal, elkezdődött az ősatyákkal, folytatódott a történelemben a prófétákkal, a várakozásban, a választott népnek adott ígéretek, ezek mind beteljesedtek és átvehetőek. Ezt jelzi Jézus, avval a rendelkezésével, figyelmeztetésével, hogy a gyógyítás alkalmával a meggyógyult beteget oda küldi a paphoz, mutassa meg magát, menjen el a templomba, és ajánlja fel a megfelelő, kötelező tisztulási áldozatot, és legyen ez bizonyság a kultikus vezetők, illetve a nép vezetői számára. Jézus elhozta azt, amire ők várakoztak. Átvehető az üdvösség ajándéka. Itt van, elközelgett a mennyek országa. Az Úr Jézus gyógyító csodájának ez az egyik üzenete. Megtartja a törvényt, betartatja az ószövetségi törvényt, bár ő jóval fölötte áll mindezeknek. Az ő szavában erő van, az ő szavában ott az isteni akarat, a gyógyító szándék, és ott van a képesség, hiszen első szóra ez a beteg meggyógyul, megtisztul. Nem kell bizonyos folyamatokat kivárni, nem kell hosszú időnek eltelnie ahhoz, hogy ebből a súlyos betegségből meggyógyuljon az illető. Az első olvasmányban hallottunk a különböző bőrbetegségekről, hallottunk a lepra jelenségéről a mózesi törvények szempontjából,
a Leviták könyvének két fejezete is, a 13. és 14. fejezet foglalkozik a lepra problémájával, és arra is kitérnek a törvények, arra a lehetőségre, hogy valójában ez egy nagyon súlyos betegség, de lehet kiút belőle, előfordulhat, hogy meggyógyulnak a leprások, és Mózesnek a testvére Miriam is ilyen helyzetben van, vagy jól ismerjük az Ószövetségből a szíriai Námánnak az esetét, aki végül is engedelmeskedik Elizeus próféta szavának, és megmerítkezik a Jordán vizében, és meggyógyul. De, mint látjuk, mindezek bizonyos folyamatoknak függvényei, és nem úgy történtek ezek a gyógyulások, mint ahogyan Jézus ezt a leprást első szóra és kimondott parancsszavára, akarom gesztusára meggyógyította. Jézus elsősorban Izrael házának elveszett juhaihoz jött, ezt ő maga is elmondja. Slám, mégis másként történnek a dolgok, akikhez jött, nem értékelik, nem fedezik föl azt az ajándékot, amit ő elhozott, pedig erre vártak évszázadokon vagy évezredeken keresztül. Jézus a templom felé irányítja a figyelmet és a törvényekre, slám az emberek nem erre éheznek és szomjaznak, hanem Jézus szavára, személyére, és ezért oda mennek, ahol ő tanít, ahol ő kint van a templomon kívül, és éhezik az igét, vágyódnak a megerősítésre, az Isten szeretetének megtapasztalására. A beteg, a meggyógyult leprás nem teljesíti Jézus egy kérését sem, vagy egy figyelmeztetését sem, mert nem megy oda a templomba, nem mutatja be az áldozatot, nem mutatja meg magát a papnak, és nem hallgat. Bár bizonyára, ha a papnak megmutatta volna magát, és beszámolt volna arról, hogy valaki őt meggyógyította, már akkor sem maradt volna titokban ez a csodás gyógyulás. De így még inkább, hogy híresztelni kezdi a dolgot, és világgá kürtöli a gyógyulásának örömét, ez mind mutatja, hogy valami új kezdődött. Azokba a keretekbe már nem fér bele Jézusnak jó akarata, üdvözítő szeretete, ahogyan őt várták, és ahogyan a megváltó fogadására készültek. Az Ószövetség keretei, a törvények már nem elégségesek arra, hogy Isten üdvözítő szeretetét hordozzák. Bár egy I betű és egy vesző sem marad el a törvényből, az Úr Jézus mégis fölött áll mindennek, és mégis felülmúlja az ószövetségi előírásoknak szűk rendszerét, mert ő jóval többet hozott annál, mint hogy alkukat kössön az ember a Jóistennel, és megelégedjék azzal, hogy a parancsok megtartásával jó színben tudja magát feltüntetni Isten előtt. Az Úr Jézus az emberért jött, miértünk jött, mint tudjuk, magára vette a betegségeinket, magára vett minden emberi bajt és minden rosszat, mert ő meg akar tisztítani bennünket, ő velünk közösségre lépett, és érintkezett velünk. Ez is egy fontos szó a mai evangéliumban, hogy mielőtt kimondja azt, hogy akarom, tisztulj meg, ezelőtt megérintette a beteget. Kockázatos volt, hiszen nagyon sok betegség, nagyon sok lepra fajta, igen fertőző, könnyen terjedő volt. Jézus nem azért érintette meg, hogy kockáztassa a fertőzés veszélyét. Egyébként is érdekes, és ezen el is gondolkodtam, hogy arról hallunk, és arról mindig megemlékezünk, hogy az Úr Jézus
szenvedett értünk, mindent magára vett a bűnt kivéve. Azt külön kiemeljük, hogy Jézus vérrel verítékezett, szenvedett értünk, vállalta a megkínoztatást, vállalta a keresztre feszítést, a halált. De egyéb kisebb vagy egyéb betegségekről nem számol be a Szentírás, hogy megfázott volna, vagy influenzás lett volna az Úr Jézus, vagy hogy most kockáztatja ezt a fertőzést, mert netán ő is elkaphatta volna természetesen teljes emberségében a lepra betegségét is. Itt nem is ez a hangsúlyos, hanem az érintés, az érintkezés, hogy ő éppen azért jött, hogy érintkezzen velünk. 1935-ben került elő Egyiptom homokjából egy papirus tekercs, amely a második század elejéről származó szöveget tartalmazott. Szövegrészleteket az evangéliumból, történetesen ebből a ma hallott evangéliumi részből is. De a jámbor másoló vagy szerző hozzáfűzte a leprás betegnek a magyarázatát, a beszámolóját is arra vonatkozóan, hogy hogyan lett ő beteg. És elmondja ez a beteg szerint, az írás szerint, hogy együtt éltem, együtt laktam, együtt étkeztem, együtt aludtam ezekkel a betegekkel, és lám, én is megfertőződtem. Az érintkezés átadta a betegséget, átadta a fertőzést. Ugyanakkor ez az érintkezés lelki értelemben az Úr Jézus részéről is nagyon fontos, megérinti a leprást. Nem azért, hogy így módon vállaljon sors közösséget ezekkel a betegekkel, hanem sokkal tágabb értelemben és a lelki értelemben ő az emberrel és a lélek leprájával akar szembeszállni, az embernek a betegségével, és az emberrel vállal sors közösséget, azért, hogy levegye rólunk ezt a bajt, és megtisztítson bennünket a lélek fertőzésétől. A bűn mindig közösségi jellegű, és egymást fertőzzük a rosszban. Jézus azt akarja, hogy egyrészt mi magunk is meggyógyuljunk, másrészt pedig azt akarja, hogy új életet kezdjünk. És a jóban segítsük egymást, ne pedig a rosszban fertőzzük meg egymást a bűn által. Sajátos az Úr Jézus szándéka. Itt már megnyilvánul az a határtalan isteni nagylelkűség, hogy lám, az választott néphez, Izrael házának elveszett juhaihoz jött az Úr Jézus, de mégis sokkal többen igénylik az ő közeledését, akikhez pedig jött, ők pedig nem fogadják be az ő küldetését. Nem fér bele tehát a régi keretekbe az az újdonság, az az új, amit mennyek országának hirdet meg Jézus. Úgy érzem valahogy a mi jelenlegi helyzetünk itt Gazdagréten szépen szemlélteti ezt a jelenséget, az újdonság jelenségét, éppen a templom építésünk, mely talán jelképezi a régit, az eredeti szándékot és ígéreteket. László atya megtervesztette ezt a templomot, és egy bizonyos fokig felépítette. És itt vannak az ő szándékai, az eredeti szándékok, amelyeket mi igyekszünk valamiképpen befejezni. De itt vagyunk az új helyzetben, új körülmények között, és itt vagyunk az új lehetőségeknek a keretei között, amelyek más irányba is fordítják a figyelmünket és a szándékainkat. Itt van tehát a régi, amit szeretnénk befejezni és teljessé tenni, de mindig nyitottnak kell lennünk az újra és az új lehetőségekre, az új igényekre, amelyek jelen
helyzetünket meghatározzák, és immár kitágul az eredeti szándék, kitágul itt a templom építésében is az a sokféle elhatározás, amit László atya itt megálmodott, mert nyitottnak kell lennünk az isteni sugallatra, és nyitott szemmel kell látnunk az új helyzetet, amelyre a Jóisten lehetőséget kínál számunkra. Ez a mennyek országa, amely ilyen gyakorlati kérdésekben is itt áll előttünk, és felhívja a figyelmünket arra, hogy észre kell vennünk Isten eredeti szándékát, és észre kell vennünk Istennek a jelenben hozzánk szóló szándékát, amely nem más, mint az üdvösség elfogadása, a megtisztulás vágya, a közösség építése a jóban, azáltal, hogy a bűnnek és a tisztátalan életnek nemet mondunk. Közeledik tehát a nagybőti idő, amikor még határozottabban átgondoljuk az iménti szempontokat, az imént megfogalmazott gondolatokat, mert Jézus nekünk is kimondja a mi bizalmunkat látva, akarom, tisztulj meg. Amen. Hiszek az egy Istenben. Minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjére. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istentől. Születetlen teremtmény, az Atyában egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriától és emberért. Pontius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akik épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyás és a Fiú. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent katolikus és apostoli anyaszentegyházban. Hallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus önként alávetette magát a törvénynek, hogy teljesítse atyának akaratát. Kérjük, hogy a parancsolatokban mi is mennyei atyánk akaratát lássuk. Engedd, Urunk, hogy Krisztus földi helytartója, Ferenc pápa tanításában felismerjük fiat szavát. Kérjük téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a népek vezetői jó példájukkal tanítsák népüket a törvény tiszteletére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy az emberek parancsait teljesítésében találjanak rá a boldog élet útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tedd szívünket fogékonnyá az önzetlen szeretetre, hogy azt keressük, ami hasznos másoknak. Kérünk téged, adj gyógyulást a betegeknek, a haldoklókat pedig erősíts meg és vigasztald a szentségek által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj örök nyugodalmat László testvérünknek, akért ezt a szent misét most felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, kérünk, világosítsd meg értelmünket, hogy parancsaidban felismerjük üdvözítő szeretetedet,
Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, melyet kísérletére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész áldozatára. Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket. Legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus, a mi Urunk által. A bűn nem csupán az ember lelkének a beszennyeződése, hanem személyes valóság, a Jóistennel való konfliktus, szeretetének megtagadása, a vele való összhangnak az elutasítása. Ezért, amikor bűnbánatot tartunk, akkor kiengesztelődünk az Úrral. A Szent Mise kánonjai között a 6-os számú kánon, az úgynevezett kiengesztelődési mise kánon, az ige liturgia mai üzenetére gondolva a mai alkalommal ezt a mise kánont fogjuk imádkozni. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, valóban méltó és igazságos, hogy neked, szentséges Atyánk, hálát adjunk. Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, és szüntelenül megbocsájtást kínálsz. A bűnösöket magadhoz hívod, hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, hiszen Te vagy Istenünk az irgalmasság és a jóság. Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, Te mégsem fordultál el tőlünk, és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit, Szent Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva hozzád térjen, és a Szentléleknek jobban átadva önmagát, az egész emberiség javát szolgálja. Mi ezért csodálattal eltelt szívvel az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, szeretetet hatalmát zengjük, és üdvösségünk boldog reményével valljuk. Oh,
Istenünk, Te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, ami az embernek javára válik, hogy szenté legyen, miként Te magad is szent vagy. Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, és áraszt ki szent lelked erejét, hogy ezek az adományok testévé és vérévé legyenek szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak, akiben mi is fiaid vagyunk. Ám bár a halál fiai voltunk, és többé már nem is közeledhettünk hozzád, Te mégis örök szeretettel szerettél minket. Szent fiad ugyanis, aki egyedül volt igaz közöttünk, a mi kezünkre adta önmagát, és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. De mielőtt az ég és a föld között karját kitárta, hogy a Te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után, mert tudta, hogy a kereszten vérét ontva önmagában kiengesztel mindent, ugyanígy kezébe vette a szőlőtőborával telt kelyhet, ismét hálát mondva barátainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát Urunkról, Jézus Krisztusról, aki húsvéti bárányunk és Istennel való békénk záloga. Megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, és eljövetelének boldog napját várva, felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk az áldozatot, amely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. Irgalmas atyánk, tekints jóságosan azokra, akiket magadhoz kapcsolsz, és add meg nekik, hogy Krisztusnak ebből az áldozatából részesedve, a Szentlélek erejével egy testbe gyűjjenek, amelyben minden megoszlás megszűnik. Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére, addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk. Hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel és apostolaiddal, valamint elhunyt testvéreinkkel, akiket a Te irgalmadba ajánlunk. Mi pedig, mint új teremtmény, akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, hogy örökkön élő Krisztusot hálaadásával együtt, alázatos megvallással mondjuk, ő általa, ő vele és ő benne, a Tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtetben. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk, hadd, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, jeleztem már a Szent Mise több pontján a közelgő nagybőti időt és a farsang végét. Ma van farsang vasárnapja. Ez azt jelenti, hogy számunkra, a katolikus keresztényeknek hamarosan befejeződik a farsangi idő. Tudjuk jól, hogy a világ másként gondolkodik. A világ szereti a relativizmust, a viszonylagosságot. Mindenki csinálja azt, ami tetszik neki, vagy amit akar. A keresztény embernek azonban vannak hagyományai, és a keresztény embernek van egy bizonyos logikus gondolkodása, mely arra irányul, hogy mindent a megfelelő időben és módon tegyünk. Ezért húshagyó keddel lezárul a farsangi idő, másnap hamvazó szerdán, idén február 18-án megkezdődik a nagybőjt. A világ már novemberben elkezdi a karácsonyt ünnepelni, egész adventben már csak karácsonyi fények vannak, majd a farsangi idő is majd eltart húsvétig a világ számára, mert ott nincsenek határok meg időpontok. Nekünk azonban fontos az időt megszentelni, mindent a maga idejében tenni. A nagybőjti szent időben próbálunk odafigyelni lelkünk üdvösségére, megújulására, életünk dolgainak rendezésére. Odafigyelünk nem csak a lelki gondokkal küzdőkre, hanem a testi betegekre is, majd a nagybőjtben ismét kiszolgáltatjuk a betegek szentségét közösségileg a Szentmise keretében. A nagybőjt kezdőnapja szigorú bőjti nap, hamvazó szerda, és a húsvétot megelőző péntek, a nagy péntek ugyancsak szigorú bőjti nap. Ez a két szigorú bőjtünk van egész esztendő folyamán. Ez azt jelenti a katolikus egyház fegyelem és bőjti fegyelem szempontjából, hogy a felnőtt testvéreink 60 éves korig csak háromszor étkeznek, és csak egyszer laknak jól ezen a napon. Természetesen a hústól való megtartóztatás is fontos része a szigorú bőjtnek, és a nagybőjti pénteki napokon pedig ugyancsak bőjtölünk a hústól való megtartóztatással. Míg most már az év többi pénteki napján nem kötelező a bőjtölés, hanem bűnbánati napot tartunk, önkéntes áldozatvállalással, úgy a nagybőjti időben, 14 éves kor fölött megtartjuk a hústól való megtartóztatással végzett bőjtünket. Ezzel is jelezzük, hogy a legszentebb áldozat ünnepére, a megváltó győzelmi áldozat ünnepére, húsvétra készülünk. A nagybőjt folyamán a bűnbánat jeleként önmegtagadásokat végzünk,
de a nagybőjt kezdetén egy látványos jelét is adjuk a bűnbánatunknak, ez a hamvazás szertartása. A régi zsidóság az Ószövetségben hamuba ült a bánat jeleként, vagy hamut szórtak magukra. Ennek is jele a bűnbánatnak, a bánkódásnak, illetve az elmúlásnak a hamvazás. Hamvazó szerda is, innen is kapta az elnevezését, hogy ilyenkor hamvaszkodunk. Itt fogjuk tartani a szentmisénket az altemplomban, a televízióban is közvetítjük szerdai nap lévén. Délután 5 órakor lesz a szentmisénk, és jövő vasárnap is a szentmisét követően lesz majd hamvazás, amelyben mindenki részesülhet, értem ez alatt, hogy akik egyéb okok miatt a szentségekhez nem járulhatnak, a hamvazásban nincsenek ilyen korlátok, itt mindenki magára veheti a bűnbánat jelét. Egyéb hirdetéseink, felhívásaink a hírlevelünkön olvashatóak, illetve a weboldalunkon megtalálható mindenki számára. Ez különösen a televízió kedves nézőinek jelzem, hogy a www.szentangyalok.hu honlapon minden itteni eseményről, szándékról, hírről tájékozódhatnak. Most a szentmise után pedig Tariné Murányi Erika munkatársunk mondja el még a hirdetésünk részleteit. A Jóisten áldását kérjük bizalommal, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, és Jézus akar minket megtisztítani, fogadjuk ezt a jó akaratot a szentmise befejező áldásában is. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Isten Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátánhoz kísértéssel, így oltam. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, eredménye és seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vezére körül járnak a világban, Isten erejével taszít vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábor arkangyal, Kérjük. Szent Ráfael arkangyal, Kérjük. Hazánk szent őrangyala, Kérjük. Mindnyájan szent angyalok, kérjük. Istennek minden szentjei. Isten az, ahol megáll.